Az álmokat, az álmok üzenetét fogjuk ma szemügyre venni, és ezt fogjuk megbeszélni. Van, aki úgy tartja, Kati, hogy minden álom szexuális. Én nem hiszem, de nem tudom, hogy te mit gondolsz erről. Hát először válasszuk akkor szét. Vannak azok a úgynevezett közvetlen tartalmú, tehát teljesen egyértelműen szexuális álmaink, amikor azt álmodjuk, hogy meztelenség van, szeretkezünk valakivel, csábítás van, és ezek bizony nagyon sokszor olyan szférákba vezetnek el, és olyan fantáziákba vezetnek el minket ezek az álmok, amelyeket éber állapotban, hát valószínű, hogy nem tennénk meg. Még tehát rá gondolom, amikor ábrándozunk, vagy fantáziálgatunk, még akkor... Még akkor is óvatosan kezeljük ezeket a tartalmakat. De azért itt kimutatható egy összefüggés, tehát egészen más az, amit megvalósítunk, amit meg tudunk élni az életünkben, akár a szerelmünkkel, akár egy alkalmi partnerrel, és megint más az, amikor egy kicsit belemerülünk a fantáziánkba, az álmainkba, és inkább ezen a területen kapcsolódik ehhez a témához maga az álmoknak a világa, az álmok közül a szexuális álmok. Tehát azt akarod mondani, hogy a szexuális tartalmú álmokban olyanokat is megcsinálunk, amiket ugye egyébként nem csinálnánk. Tehát, hogy ezek ilyen súlyosabbak, vagy keményebbek ezek az álmok, mint a való életünk? Hát így első ránézésre biztosan, hiszen nagyon szégyentelinek élik meg sokszor az emberek ezeket az álmaikat, és nem is nagyon beszélnek róla. Egészen más ezeknek az ezekhez való hozzáállás, mint az úgynevezett szexuális fantáziákhoz való hozzáállás, amikről azért elég szabadon tudnak az emberek beszélni. Különösen bizonyos rétegekben és bizonyos alkalmakkor. Na most a szexuális tartalmú álmok azonban nagyon sokszor olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek már nem a szexualitáshoz kapcsolódnak, és nem azokhoz a fantáziákhoz, amelyek a vágyainkat mutatják meg nekünk, hanem beleépül ezekbe az álmokba nagyon sok olyan üzenet és olyan tartalmak, amelyek életünk más területeiről kerülnek be, és talán nem csak pont a szexuális életünkre vonatkoznak, hanem egy kicsit ide kapcsolódhatnak mindazok a tartalmak és mindazok az élettémák, hogy hogyan jutottunk el a szexualitásig, tehát például gyerekkortól kezdve a szexuális élményeink, az azokat kísérő érzéseink megjelenhetnek szimbolikus formában, vagy akár közvetlenül is, illetve azok az érzelmi viszonyulások, amelyek az intimitáshoz kapcsolódnak, amelyek a partnerünkhöz kapcsolódnak, vagy pedig akár családtagjainkhoz kapcsolódó fantáziáink is megjelenhetnek szimbolikus formában ezekben a szexuális álmokban. Kati, amikor azt mondod, hogy álmaink üzenete, hogy ezt a címet adtuk ennek a mai műsornak, hogy álmaink üzenete, ki üzen, vagy milyen üzenetről van itt szó tulajdonképpen? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Itt van a lényeg, hogy vajon az emberi lélekben, mindazon kívül, amit tudunk magunkról, van-e valaki, aki üzen nekünk onnan a mélyből? És itt nagyon fontos, hogy el tudjuk választani azt, amit betegségnek nevezünk, amikor tényleg az emberek úgy élik meg beteg, súlyos állapotban ezeket a belső üzeneteket, mint hogyha valaki kívülről figyelni őket, vagy kívülről zűzenne. Ez az, amikor mondjuk hangokat hall az ember, vagy ilyesmi lehet? Igen, ezekről azt hiszem lesz majd alkalmunk még, hogy beszéljünk később, de most félretesszük ezt a beteg és tényleg nagyon súlyos állapotú embereknek a nehéz történeteit, és visszatérünk oda, hogy üzen. Hát ezek az üzenetek valahonnan a lélek mélyéről származnak, és nem nagyon tudunk mást mondani, mint hogy a tudattalanunkban olyan mély motivációk, olyan mély vágyak vannak elrejtve, amelyek a mindennapi életben nagyon nehezen tudnak megmutatkozni. Igen, ez a tudattalan, ez a pszichológusok kedvenc szava. Tehát, hogy így szoktam hallani, hogy ezzel aztán mindent el lehet takarni. Hogy is van ez a tudattalan? Hát valóban ez akár Jolly Jokerként is hangozhat, hogy tudattalan. De hát képzeljük el, hogy van egy ilyen nagyon szép kép, amit szoktunk használni. Képzeljük el, hogy van egy gyönyörű szép kirándulás, elmegyünk egy erdőbe, és ahogy egyre beljebb és beljebb hatolunk az erdőbe, egyre nagyobbak lesznek a fák, egyre sötétebbek az árnyak, egyre több állat tűnik föl, és a végén annyira bekeveredünk ebbe az erdőbe, hogy már az emberi életnek a nyomai nincsenek ott, tehát valami őserdőbe.
és eltévedünk. Na most, hogyha eltévedünk egy erdőben, akkor ott nagyon nehéz megélni. Nagyon nehéz alkalmazkodni azokhoz a törvényekhez, amelyek az erdőben uralkodnak, de meg lehet tenni. Most az erdő mélye, ez megfelelhet valamilyen módon a mi tudattalan világunknak. De ugye nem feltétlenül téverünk el a saját tudattalanunkban? Hát nem ritkán megtörténhet, tehát hogyha belehatolunk, én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy fonál, egy vezérfonál a kezünkben, mert különben nagyon könnyű benne eltévedni, majd erre mondunk esetleg példákat. Tehát most ezt a képet egyszerűen visszanézve, tehát az én érzésünk az, amikor azt mondom, hogy én, ez megfelel annak az embernek, aki ott az erdőben jön, megy és teszi a dolgát. De az erdő a maga erejével, a maga sokszínűségével, az a hihetetlen gazdagság, az az óriási erő, ami megnyilvánul az időjárásban, a növények növekedésében, az állatok viselkedésében. Hát körülbelül ezt tudnánk hasonlítani ahhoz, hogy az én érzésünk mennyi erőt tud képviselni a tudattalamban lekötött és megmutatkozó energiákkal szemben. Hát így, ahogy mondod, ez eléggé ilyen a sorsnak kitett, vagy eléggé ilyen elsodorhatónak tűnik az ember. De minden esetre ügyességgel, meg hogyha van egy ilyen fonál, amin vissza tud találni, akkor lehet, hogy túl lehet járni ennek a tudattalannak az eszén, vagy nem is tudom, Isten hogy ez Isten őrizt túl járni az eszén. Inkább azt javasolnám, hogy folytassuk ezt a képet, hogy inkább azt lehetne csinálni, hogy ismerjük meg az erdő törvényeit. Tanuljuk meg, hogy amikor lemegy a nap, akkor hideg van, és akkor egy fészket kell találni magunknak, ahol be tudunk takarózni. Vagy tanuljuk meg azt, hogyha dörög az ég és csapkod a villám, akkor nem ásszunk fel a fa tetejére, és ne tegyük ki magunkat olyan helyzeteknek, amiben egészen biztos, hogy pórul járunk. Tehát az alkalmazkodás azokhoz a belső impulzusokhoz, amelyek belülről jönnek, ez az, amit nagyon fontos megtanulnunk. És hogyha itt visszakötjük, bocsánat, hogy közbevágok, hogyha itt visszakötjük magunkat a címhez, akkor itt arról van szó, hogy ezek azok az üzenetek, ha jól értjük az üzeneteket, akkor jól tudunk alkalmazkodni a belső világhoz, ha így jól van, értem. Így van. Ez az üzenet például lehet az, hogy az intuíciónk azt sugja, hogy megkóstoljuk egy gyönyörű szép gyümölcsöt, amit találunk ebben az erdőben, és egy üzenet az, amelyik az illatával vagy a formájával felhívja a figyelmet arra, hogy ez ehető, és akkor nem fogunk éhen halni. Na most visszatérve egy kicsit a hétköznapi élethez, hiszen a tudattalanunk a hétköznapi életben is jelen van, csak éppen nem beszélünk róla, nem tudunk róla, nem használjuk ezt, mint szakkifejezést a mindennapokban. Nézzünk egy példát. Sokszor volt már szó erről a szülő-gyermek viszonyulásról. Akkor, amikor a szülő felcsattan a gyerekére, pedig elhatározta, hogy ezt a szegény gyereket nem kellene kitenni annak, hogy azért, mert feszült vagyok most, rajta vezetem le a feszültségeimet, és felcsattanok arra, hogyha mond valamit. Most ez a felcsattanás, ez tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy abban a tudattalamban megjelenő feszültségből származik, amit hozok magammal. Lehet, hogy tudom, hogy honnan származik ez a feszültség, hogyha leülök és elkezdek gondolkodni, hogy miért is vagyok ennyire feszült. Azonban akkor, amikor már kiszaladt a számon egy keményebb szó, vagy egy veszekedésben, egy vitában, egy ilyen kicsit elrugaszkodott mondat, akkor nem tudunk mást mondani, mint hogy ez egy olyan motivációból származik, egy olyan helyről jön, ahol nem tudjuk kontrollálni már a viselkedésünket. Most, hogyha elindulunk, és egy kicsit utána nézünk ezeknek a szavaknak, ezeknek a váratlanul és bizony sokszor kontroll nélkül kiejtett szavainknak, amivel ugye sokszor mondjuk, hogy a szavakkal akár pusztítani, ölni is lehet, hogyha rosszra használjuk őket. Hát természetesen egy jóindulatú szülőpárnál nem egy ilyen szándékos rossz indulatról van szó, de mégis az a hatás, amit gyakorolnak ezek a szavak, sokszor a kisgyerekre sokkal mélyebb benyomást tesznek, mint mi azt képzeljük. Vagy pedig a saját emlékeinket is elővehetjük és megnézhetjük, hogy hol voltak olyan kifejezések, hol értek minket olyan ingerek, olyan hatások, amikor éreztük, hogy ez most túl sok, ezzel most segítsen valaki, most ezt nagyon nehéz elviselni. Jó lenne visszamenni, jó lenne, hogyha valaki bocsánatot kérne, ha valaki jóvá tenne valami. Ilyesmi meg szokott történni az álomban is, ugye? Na most az álmainkban nagyon sokszor pontosan ez a munka végződik el, és hogyha tudnánk az üzeneteiben olvasni,
hogyha értenénk azt, hogy az álmaink erről az őserdőről, erről a tudattalanról szólnak, és nem dobnánk félre ezeket, hogy jó, hát olyan hülyeség, hát rózsaszín pöttyös elefánttal álmodtam, és ezzel a dolog el is van intézve, esetleg nevetünk egyet, vagy egy kicsit rossz a hangulatunk. És így tulajdonképpen rengeteg információt veszítünk el. Hiszen az álmoknak a hangulata, az álmoknak a tartalmai segíthetnek nekünk abban, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi az, ami mozgatja az életünket. Hol vannak olyan fájdalmas pontok, vagy hol vannak olyan kinemelégített vágyaink, amelyek felé mindenképpen valahogy lök minket az élet, és amit, hogyha megélnénk, hogyha tudnánk megtalálni, a nyomára bukkanni egy-egy ilyen vágynak, akkor már nem tudattalanul szaladnánk neki élethelyzeteknek, és történnének velünk mindenféle dolgok, hanem hát tudatosan el tudnánk érni. Tehát az álmaink üzenetét úgy lehetne összefoglalni, hogyha megtaláljuk, akkor ez mint egy segítség, mint hogyha egy tanácsadás lenne, hogy mit tegyél. Lehet, hogy azt nehéz megtenni, de talán érdemes rajta elgondolkodni.